Na hát szevasztok, én újra vagyok, és ez itt a Five Nights at Freddy's első részének a második videója lesz. Oh my god, nem szarozik, basz meg! Ójj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 
Oh, jó gyorsan akar a kedves Foxy velünk szórakozni. Na szóval ez a Five Nights at Freddy's második videója lesz ugye. Ja, pedig a szara eltűnt az a... Kurva! Na! A csirke eltűnt, vagy kacsa, ne tenkesem, tök mindegy, mert az előző videóimban ugye, amikor először csináltam egy végigjátszást, ott olyan szinten tök nyugodtan kommentelnek meg, mit tudom én az emberek, hogy olyan szinten jól elbeszélgetnek a videóim alatt, ami egyébként nekem nagyon jól esik, megmondom az őszintét, mert én szeretem, hogyha beszélgetnek a videóim alatt. Már tökre kialakult egy ilyen baráti kör, mindenki csinált egy ilyen YouTube-os akkot, hogy én vagyok a Foxy, meg a mit tudom én, és beszélgetnek egymással, és ez tök jó, közben letette a telefont ez a gyökér. Nem kéne fogyasztani amúgy az áramot ilyen gyorsan. Figyelnem kell ezeket a nyomingereket. Azot még mindig nem fogtam fel egyébként, amikor a Foxy első éjszaka bazd meg akar támadni. Elég durva. Egyébként bocsi, hogy az előbb ilyen össze-vissza beszéltem, csak közben figyelek a játékba is, mert nem nagyon akarok failt tolni. Aha, most mozog. Lehetett hallani. De a kacsának még semmi nyoma. Viszont kedves Foxy cimboránkat azt viszont hesszelni kell elég extrém módon. Amíg a kacsa van eltűnve, addig nem nagyon fosok, mert... Jó, nincs az agy, nincs ott. Cső. Szevasz. Még mindig ott van. Hát... Hello! De az a fej! Hát ez hihetetlen ez a játék amúgy. Elvileg készül a harmadik rész, már értesítve lettem vele kapcsolatban, hogy már egy-két kommentelő már jelezte nekem, tehát a kettő még éppen hogy kész lett, de a hármat már így. És hát természetesen azt mondták, hogy Owen Léci azt is játsszál. Hát figyeljetek, majd ha kijön, meg persze, meg lehetőség lesz rá, akkor persze, azonnal. Tehát nem fogom kiadni ezt a extrém játékot, hogy ha már így szenvedek az 1-2-vel. És mivel olyan sokan kértétek tőlem, hogy játsszak megint az egyet, tényleg én végignéztem az összes kommentet a videóim alatt, hogy még játékokról, érkezett kérő komment, és a Five Nights at Freddy's volt az egyik, ami nagyon tényleg, hogy játsszak még, mikor lesz még, mert ugye még nem is játszottam ki. Én meg úgy voltam vele, hogy mivel karácsony van, gyerekek, itt most nektek exkluzívan még egyszer végig fogom vinni ezt a játékot. Csak nektek, mert én ilyen jó fej vagyok. És mert ti is jó fejek vagytok hozzám. Szóval, ja. Nekem nagyon jól esik minden támogatás, minden segítség, minden pozitív komment. Úgyhogy, ja. Én meg az, hogy itt beszarjak ezektől. Hát ez így elég érdekes éjszaka, bár nem mintha panaszkodni. Nem akarok panaszkodni, Isten őrizze, hogy nekem több dolgot kelljen csinálnom, mint hogy most itt a kacsát eszelni. 2 óra van. Ja. Na, eltűnt a másik is. Úgyhogy most már nézegetni kell ezeket is. Jó. Oké. Ez a csönd. Ez a csönd az, ami engem idegesít. Hallom a mozgást. Szia, kacsa. Még ott van? Ott van. Úgy látszik, hogy most a kacsa a támadó pozíciónál is. Most ő az, aki. Jó, elment. Sokkal nehezebb irányítani egyébként a kamerát, mint a kettőben. Freddy, ne nézz rám!
nem akarok tőled semmit. Egyébként rosszul vagyok ettől a játéktól. Most próbálok nagyon higgadt maradni, mert ennek a játéknak az első legfontosabb szabálya az, hogy kurvára higgadtnak kell lenni. És figyelni. Nem könnyű, megmondom őszintén, hogy az a játék engem mindig felidegesített, akányszor játszottam vele. Valaki azt mondja, hogy hatusz, nem félelmetes. Hát leveszem a hangot, akkor természetesen nem félelmetes. Csak azért fó hangerővel az meg sztereóba. Azért hidd el, hogy kurva szar, amikor beleúrik az arcodba. Meg az egy másik dolog, hogy mondjuk te videón nézed, meg mit tudom én viszont játszok. És hogyha igazából akkor érzed át ennek az egésznek a súlyát, amikor játszol vele. Nem az, amikor mondjuk nézek róla egy videót, mert mondjuk én megnézek egy másik videósnak a videóját, akkor én sem félek, inkább szórakozok rajta. Freddy. Oké. Okay. 4 óránál járunk. Az biztos, hogy többet nem játszok ezzel a játékkal, akárhányan kéritek, srácok, ne haragudjatok, hogy ez a játék kész. Ja. Mindegy, a Five Nights at Freddy's. Azért legyünk egymáshoz őszinték. Jó a játék, csak azért mégse. Tehát, hogy nem tudod elmondani, hogy maga a játék az jó, csak azért mégis nem jó az, amikor így a frász hozza rád, mert tehát emberek vagyunk, basszus, és... Na, érted. De mindegy. Tudni kell a taktikát, és akkor nincsen probléma nagyon. Nagyon nincs probléma. 27%-nál vagyunk, és még csak 4 óra. Ez nem túl biztató. Nem akarok meghalni. Ajaj, Foxy! Foxy! Ne csináld, bro! Kérlek, ezt nem teheted velem, bazd meg! Kérlek! Támadni fog. Bekészült a gecibe. Hú, de nagyon oda kell rá figyelni, bazd meg! Ne nézz! Francba! Miért pánikolok? Miért nem lehet nyugodtan végigjátszani? Mert egyszerűen megijedek, megmozdult és megijedek tőle, hogy nem tudom, hogy egyszerűen mikor fut be a semmiből. Egyszerűen ezt nem akarom. 14 kibaszott. Na, hogy lesz? Oké. Okay. Istenem. Ez az. Király. Jön a negyedik éjszaka. De király lesz. Oké. Okay. Itt vagyunk. Negyedik éjszaka. Hello. Vedd fel a telefont. Haló? Itt vagyok. Oh, fuck! Már is eltűntek. Kedves kis barátaink. Mi a szar? Olyan, mintha most hátfokozaton játszanék. Geci. Komolyan mondom nektek, gyerekek. Tökre olyan érzésem van. Mi a szar ez a kurva hang? Ja, hogy megölték? Vagy mi van?
Megölték a csávót. Az király. Az annyira nem jó. Oké. Negyedik éjszaka. Nem az ötödiknél ölik meg? Ja nem, az ötödiknél a izébe, telefonban már ilyen semmit nem fogunk érteni, mert valószínűleg az egyik animatronik fog beszélni hozzánk. Azt mondják, hogy a Golden Freddy. Hát én nem tudom. Dum dum dum. Hülye. Állatok. Egyébként ki fogadna el otthonra egy animatronikot? Őszintén, írja meg kommentbe, aki elfogadna otthon egy animatronikot. És hogy melyiket. Még én konkrétan aludni nem mennék a szobámba, mert félek, hogy megöl. Ki tudja, az enyémet is megszállná valami szellem. Tudja a fasz. Oké. Egy óra van, és már 75%-nál jár. A rohadt. Dam-dam. Még mindig nem jöttem rá, hogy mi. A nyúl mondja a dam-damot, vagy a csirke, vagy Freddy. De Freddy... nem tudom. Nekem ez magas. Miért kell kétszer megnyomni a rohadt lámpát? Elindult a Vidám Park zene. Bocsánat, hogy nem hülyéskedek, meg elvileg keveset beszélek, de tényleg nagyon koncentrálok a játékra. Meg akarom csinálni mindenképpen. Valami mozog, bazd meg. Mozgást hallok, és kurvára idegesít. Senkit nem látok. Úgy is fognak támadni, tehát ez... De ameddig lehet, kordába kell őket tartani. Fuck this game, man. Fuck this fucking game. Nem? Takarodj innen, eszed az áramomat! Nem dom-dom. Csika! Csikának hívják? Vagy az a kettőben van? Köszi! Oh my god. El is ment. Ennyi volt? Visszajött? Nem. Jó. Kéne ópara. Csak semmi pánik. Ne nézd rám, Fedi. Ha tudnátok, hogy milyen kibaszott izé van most a lábamba. Nyomás. Nem tudom, miért izgulok ennyire, mert egyszerűen játszottam ezzel a játékkal, de... Az a helyzet, hogy akárhányszor játszol ezzel a játékkal újra, az új lesz. Sosem tudod megunni. Mármint úgy értem, hogy sosem tudod megszokni, inkább jobban mondva, a játékot. Azt a kurva. Még ettől is megijedtem egy kicsit, hogy ott hirtelen ott állt. Még mindig ott van. Ki ne nyissuk.
mindig. Az meg ott áll! Eltűnnél? Hát ez buzi. Akkor maradjál, az meg kell leszállnak. Mondjuk nem szállak le. Az áramom nem örül neki. Oké. Okay. Úgy látszik, hogy ő elkezdte zabálni direkt az áramomat a játék. Hogy megint az le kell győznem a kurva időt. Rohadék. Ott áll. Nézzétek meg, volt egy csomó áramom és elette előlem, geci. Hihetetlen. Miért csinálja ezt? Ez hihetetlen. Megölet. Nézzétek meg, meg fog öletni. Mi a fa? Takarodj már el az ajtóm elől! Rohadj meg! Oké, talán elég lesz erre az egy óra. Elment, köszönöm. Oké. Oké. Még mindig ott áll. Még mindig ott áll, az meg. Oké, elment. 1% áram. Ó, bazd meg, mondd, hogy megnyertem. Mondd, hogy nyertem, bazd meg. Nem áll! Már-már azt hittem! Hú! Ez is meg volt. Köszönöm szépen! Az ötödik éjszaka jön, amit a következő videóról fogok adni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a Five Nights at Freddy's második kijátszásának a második videóját. Remélem tetszett, úgyhogy maradjatok velem legközelebb is, mert az ötödik, ha sikerül, akkor a hatodik éjszaka fog jönni. Úgyhogy, sziasztok!